Köszöntöm a hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Mai vendégem kellemenni Csuha és Zsuzsanna, az Egri Bródi Sándor könyvtár szolgáltatási igazgató Nagyon régi szakmai kapcsolatban állunk Zsuzsával, hiszen szinte havonta találkozunk programajánló kapcsán. És jó veled beszélni, mert szeretek olyan emberekkel beszélgetni, akik emberségesek, és nem utolsó sorban szakmailag nagyon felkészültek. Én ilyennek látlak téged, Zsuzsa. Nagyon köszönöm a kedves szavakat, jól lesnek. Igyekszem, amit tőlem megtelik mindent Megtenni ezért, amit mondtál. Az, hogy te könyvtáros vagy, ugye én nyilván tudom, de az a célunk, hogy a hallgatóknak bemutassunk téged. Ugye te sem könyvtárosként kezdted a pályádat, hanem pedagógus vagy, mint oly sok kollégát szerintem, akik ugye először valamilyen tanári diplomát szereztek, és te tanítottál is bizonyos ideig. Szóval mesélj egy picit a gyerekkorról, meg arról, hogy hogyan lettél te tanár. Sőt, hozzátenném, hogy nekem kezdetben meg se fordult a fejembe, hogy én akár pedagógus, akár könyvtáros legyek, még általános iskolában az volt a szívem vágya, hogy én mérnök legyek, építészmérnök szerettem volna lenni. És aztán hát, tehát múlt az idő, és bár nem mondom, hogy rossz matekus voltam, de már gimnázium nem éreztem azt, hogy annyira jó matekos vagyok, hogy esetleg helytájak az egy egyetemen is. És hogy a másik dolog pedig az, amely eléggé meghatározta az életemet, hogy én a hármas iskolából indultam, ugye, akik tudja, az Orsolyák épületében volt, ott orosz tagozatos voltam. Harmadikos korom óta tanultam az orosz nyelvet, és szerettem az orosz nyelvet. És akkor úgy döntöttem, hogy ha már nem a matek, akkor legyen a nyelv. És jó választás volt, volt, mert a mai napig könnyen tanulom a nyelveket. Az orosz volt ugye az első választás. Aztán a gimnáziumban ehhez hozzájött a német nyelv, mert két nyelvet kellett már akkor is idegen nyelvet választani. Főnyelv volt az orosz mellett a német, és később aztán a könyvtárban igaz, hogy csak önszorgalom volt, de egy kis angolt is tanultunk. Mindig is úgy éreztem, hogy aki a nyelveket tanulja, az utána a következő nyelvet valahogy sokkal könnyebben veszi. Természetesen az orosz volt az első, és a legkönnyebben tanulható, a legtöbb ideig tanultam, és én úgy gondolom, hogy ebben jó eredményeket is értem el. Ráadásul ehhez csatlakozott a magyar nyelv szeretete. Érdekes volt, hogy főiskolára már magyar-oroszra jelentkeztem. A magyarból általában az irodalom mindenki kedvence, hát nekem a nyelv volt a kedvencem. Ez a mai napig is így van, hogy nagyon logikus a, a magyar nyelvnek a felépítése, és nagy kihívás volt ott megfelelni a nyelvszakon. Olyan pedagógusok oktattak, mint Pásztor Emél Varga, Gyula Rajszrózsa, aki bizonyott helytált, az, azt hiszem, hogy mindent megtett érte. Tehát, hogy nagyon sokat tanultunk és, és kutatunk, okosodtunk, hogy hely tudjunk állni ebben a szerepben. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert én is nagyon szerettem a magyar. Nyelvtant. Szerintem az emberek 95%-a az irodalmat szereti, nem tudom, hogy miért. Én imádtam a szófajokat, a mondatelemzést, tehát egyáltalán tényleg a, a nyelvtant, a struktúrát, szavakból egy szöveget komponáljon az ember. De például én tudom, hogy nálam az volt, hogy valahogy a magyar tanárom nem érte azt el, hogy én megszerez. Tehát én erőltetett verselemzésekre emlékszem, amit én nem szerettem, hogyha szabadabban lehetett volna, lehet, hogy jobban szeretem. De nálad mi lehetett ennek az oka? Tudod-e valamihez kötni? Én azt hiszem, hogy igen. Hogy hogy nekem is olyan magyar történelem tanárom volt, aki ahogy mondott, hogy verselemzések voltak, azokat leírtuk, megtanultuk, elmondtuk, de nem volt olyan nagy indítatás az iránt, hogy ebbe egy mélyebben belássuk magunkat, és azután jött ez a választási kényszer is igazából, hogy ha már nem matek, akkor az orosz mellé mit válaszak, és először ugye németet szerettem volna, az első próbálkozásom a Debreceni Egyetem volt, hát ez nem jött be, de aztán nem adtam fel és következő évben itt már minden további nélkül felvételt nyertem a magyar oroszakra, és én azt hiszem, hogy igen, a pedagógus nagyon meghatározó, mert akiket felsoroltam, azok a későbbiekben is úgy szerepet játszottak az életemben, hogy fel tudták kelteni az érdeklődésem a nyelv iránt. például az, hogy pásztortanár úr már elsőben észrevett azt, hogy mondjuk jól fogalmazok, és elküldte országos versenyre a fogalmazásomat, ahol külön díjat nyertem. Tehát ezek nagyon-nagyon meghatározóak, és, és nagyon ösztönzik az embert arra, hogy akkor hát ezt lehet még jobban is csinálni. És aztán később az általános iskolában azért nem mondanám, hogy az irodalom úgy azért kiesett az életemből, és talán az én korábbi gimnáziumi tapasztalataim is arra sarkaltak, hogy megpróbáltam a gyerekeknek már úgy tanítani az irodalmat, hogy mondják el a saját gondolataikat. Akkor ugye kötött volt a tananyag, sokkal kötöttebb, mint most. Akkor volt olyan rendszer is, ugye a szaktanácsadók, vagy a szakfelügyelők rendszer, akik rendszeresen ellenőrizték is azt, hogy mit tanítunk, de azért amennyi szabadságot lehetett, én belevittem ezekbe az órákba. Akkor egy kis iskolában kezdtem eger szóláton, a férjemmel együtt, elvégeztük már akkor a főiskolát, és egy fantasztikus élmény volt, mert én 12-18 fős osztályokba tanítottunk, és olyan lelkes, ügyes gyerekek voltak. A szülők is olyanok voltak, hogy támogattak minket ebben a, tanítási folyamatban. Persze, mint magyar szakos pedagógusra aztán rámhárult az ünnepségeknek a nagy része, amikor is nagyon jó kis színi előadásokat hoztunk össze a diákokkal. Ebben a tevékenységben, főleg a mostani pályafutásomat nézve, bizony nagy szerepe volt azoknak a tapasztalatoknak, amiket még ott szereztem. És akkor a tanítás után egyből jött a Bródi Sándor könyvtár? Volt egy icipici kitérő, ugyanis ugye elvégeztem a magyar-orosz szakot, és utána előbb majd szóláton tanítottam. Valahogy nem csak a magánéletben, hanem az Pályafutásunk során a férjemmel összefonódott a, a hivatásunk is. Egyszerre kezdtünk Eger szóláton. Ő évfolyamtársam társam is volt még a főiskolán, ő orosz szakos, és akkor ott magyar orosz történelem tanárként, tíz évet tanítottam, kisebb megszakításokkal, közben megszületett a két gyermekem, egy fiam és egy lányom. Azután sajnos jött az az időszak, amikor sorra szüntek meg a falusi iskolák. És hogy pont a férjem volt, aki azt mondta, hogy hát az nem lesz jó, hogyha nekünk majd egyszerre mondanak föl, már láttuk a jelenségnek a végét, és hogy én igenis jöjjek el, próbálkozzam. Akkor egy kis fél éves kitérőt tettem a Langwest nyelviskolába, ahol németet tanítottam. Ugye a rendszerváltás után a magyar-orosz szaknak olyan értelemben vége volt, hogy már senki nem akart szinte orosz tanulni, mindenki a német az angol felé fordult, de nagyon jó lehetőség volt akkor, hogy ingyenes átképzést kaphattunk, ki mit választott német vagy angol nyelvre és ezt egy levelező képzés formájába meg is kaptuk. És akkor ugye a némettel mentem tovább. Egy fél évet tanítottam a lángvesz nyelviskolában, csak az volt a problémám, hogy ugye a nyelviskolák általában a délutánokat és az estéket veszik igénybe. Nekem ott volt a két pici gyermekem. Nagyon megviselte őket ez az állapot. És igazából jött egy ilyen lehetőség. Jó volt, hogy már a szóláti iskolában a Könyvtárat is elvállaltam. Sőt, mi több újját teremtettük a férjemmel a könyvtárat, mert amikor oda kerültem, a busz egy fűtetlen beázott plafonú helyiségben volt a könyvtár, és hogy senki nem is járt így könyvtárba, és akkor én kezdeményeztem, hogy magyar szakosként én szívesen elvállalnám, és a férjemmel egy hónapot áldoztunk arra a nyári szünidőből, hogy átvittük a megmaradt könyveket, beszerveztük a szülőket, a diákokat, tehát ilyen közös munka volt, és utána rendszereztük a gyűjteményt. Igen, ám, de hogy könyvtáros szakmai ismereteim még nem voltak, és ekkor került képbe a Bródi Sándor könyvtár, az akkori Kértem meg, hogy jöjjenek segíteni, és akkor hoztak le a tárkönyvet, beleállítottuk az állományt, és akkor hogy lett egy ilyen iskolai közösségi könyvtár ott az iskolában. Ez volt az a pont, amikor aztán kijöttek többször is ellenőrizni, hogy folynak a munkálatok. Ők javasolták, hogy végezzem el a könyvtárban, akkor már voltak ezek az OK és képzések, illetve nem is OK és de hogy ilyen szakmai képzések és ez nagy segítség lenne a könyvtárosi munkámban. Amikor befejeztem a tanfolyamot, akkor egy év múlva több hely üresedés is volt a könyvtárban, és akkor váltottam, akkor a Langvesztől átkerültem a könyvtárba, és ez 2001-ben történt, tehát hogy most már azért tehát, tehát 23 év azóta, és azóta folyamatosan a könyvtárban dolgozom. És hogy milyen érdekes az élet, hogy a férjem ugye napközébe került, mert már a történet. Nem adta ki az óra számát, aztán volt munkanélkül is, nehéz évek voltak, de aztán minden jóra fordult, késeket áruló boltban is dolgozott, és aztán az lett a vége, hogy bekerült a, a Bróti Sándor könyvtárba, és most velem együtt, ha nem is az én osztályomon, de a könyvtárban dolgozik, és a könyvtár viszi viszi. Heves megye falvaiba 22 településre. Ugye én úgy konferáltalak fel, hogy te a szolgáltatási igazgató helyettese vagy az intézménynek, tehát 2023. 23 éve vagy ott, mióta vagy igazgató helyettes? több mint öt éves sziklus van mögöttem, úgyhogy most újra pályázom az igazgató posztra, korábban már csoportvezető is voltam, vezetői tapasztalatokat szereztem, akkor indult az egyetemi képzés is az Eszterházi Károly Egyetemen, és az informatikus könyvtáros képzést elvégeztem az egyetem 2007-ben, és nagyon érdekes volt, hogy háromszor jártam az egyetemre, és mindig másikra, mert először a Hoshimi nem végeztem a magyar arról rossz, aztán az Eszterházi Károly tanárképző főiskolán, a német szakot, végül az Eszterházi Károly főiskolán, az egyetemi könyvtáros szakot, és minden alkalommal állami támogatással. Tehát, hogy itt szerencsém is volt ebben a helyzetben, hogy ezt megléphettem. És nem mellesleg a, a mögöttem van még nagyjából 11-12 tanfolyam, amit az évek folyamán elvégeztem, ez vezetőképző minőségbiztosítás. Tehát, hogy mindent próbáltam meg szerezni olyan szakmai tudást, ami ilyen képzés szintjén elérhető. Ugye én azt is elmondtam, és én ezt tényleg őszintén gondolom, hogy szakmailag is nagyon felkészültnek tartalak. Szerintem a te pozíciódban ugye a szolgáltatási igazgató helyetteség, majd ezt azért fejtsük, ki, hogy pontosan mit jelent, de ugye a programok szervezése, vagy legalábbis például a média felé való kommunikálása a te feladatod. Ebben a, a magyar szakod biztos, hogy mindenképpen nagyon jó, meg egyáltalán ugye a fogalmazás, a retorikai készség, de meg, ahogy mondtad, hogy van négy diplomád az azért elég sok szerintem egy átlag magyar polgárnak, plusz még ugye a különböző szakirányú tanfolyamok, amiket elvégeztél. Te tudásszomjal, az élethosszig tartó tanulásban hívő emberként csináltad, tehát hogyha most hirdetnének egy olyan tanfolyamot, amit még soha nem végeztél, és akár a munkád miatt, akár a személyes kíváncsiságod miatt fontos lenne, most is beiratkoznál? Ez így van. Itt van előttünk az új kihívás, a mesterséges intelligencia, van mit tanulni. Én hiszem és vallom, hogy igazából csak úgy tud valamit jól csinálni az ember, ha először is szerez hozzá ismereteket. Ezeket az ismereteket vagy önképzéssel, vagy ugye különböző tanfolyamokon való képzéssel tudja elérni, de ugyanakkor ez még mindig kevés. Észre kell azt venni, hogy mire vagyunk képesek. Tehát az, hogy mi rejlik bennem, és mindig azt kell megragadni, amit szívesen és tényleg úgy csinálok, hogy Tiszta szívvel, lélekkel, és aztán jön a következő lépés, hogy fel kell azt fedezni, hogy mit érdemes csinálni, és hogy szokták mondani, hogy ha tudom, hogy mit érdemes csinálni, amit érdemes, az érdemes jól csinálni. Itt jön mindig az életünkbe az a párbeszéd, amit én úgy gondolom, hogy mindig is a munkámnak az alapja volt, marad, amíg leszek. Ez a párbeszéd a olvasókkal, a felhasználókkal, azokkal, akikkel együtt dolgozom, akiknek a kultúrát, a könyvtári dokumentumokat, információkat, tudásanyagot közvetítem, mert hogy igazából az ő igényeiknek kell megfelelni. A másik, hogy szoktak is mosolyogni rajta kollégáim, mert én meg könyvtárköltöztetéstől elkezdve mindent végeztem a könyvtárban, hogy mindig az a jelszavam, ami Muhammad Alinak is volt, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember. És ezt hiszem is van, hogy mindig előre nézni, és nem a problémákon kell rágódni, hanem meg kell oldani a problémákat. Kezdted a, ezt, hogy elsősorban a programokért vagyok felelős a szervezésért, hogy egy kicsit helyesbítsek. Igazi könyv táros vagyok, és én még mindig azt vallom, hogy mindennek az alapja a könyvtárban a könyv és az olvasás. És hogy én még a Baby Boom nemzedéknek vagyok a tagja, 63-ban születtem, ugye? És a könyv, az olvasás, az ugye nekünk az volt az igazi fiúkori élmény. Imádtam a meséket, a regényeket, a történeteket, nem véletlenül választottam a magyar szakot, és én azt hiszem, hogy a könyvtárnak ez az alapfunkciója és bármennyire is szervezzük a programokat, a különböző klubokat, most már nem állom az, hogy közösségi tér szeretnénk lenni, hanem igazi közösségi tér is vagyunk. És akkor tényleg visszakanyarodva ehhez a kérdéshez, tényleg, hogy tisztába tegyük, mert e, nyilván én a programszervezést ezt azért mondom, hiszen én szakmámból adódóan ebben a Igen, formában találkozom veled, de az, hogy szolgáltatási igazgató helyettes, akkor ez így pontosan mit akar az, hogy szolgáltatási igazgató helyettes, igazából az összes szolgáltatásunkért felelős vagyok. És hogy itt szó van arról, hogy biztosítsuk ugye az olvasó szolgálatban a könyveket az olvasó számára, azt, hogy biztosítsuk az ökkenőmentes beiratkozást, az előjegyzést, tehát a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat. De ha kilépünk a könyvtár falai közül, a pláza könyvtárban, a, korábban a strandkönyvtárban is a különböző könyvtáraknak, a fiók könyvtáraknak a működését, és igen, a programok is, amelyek hozzá kapcsolódnak most már az olvasáshoz, mindenképpen ezeknek a megszervezését és ezeknek az ökkenőmentes lebonyolítását. Természetesen emögött mindig ott áll az, hogy nem csak a könyvtárlátogatók felé van kötelességem, hanem a saját kollégáim felé is, hiszen ugye nagyon fontos a belső kommunikáció, csak akkor tudjuk mindezt megvalósítani, hogy ha jól egy csapatban dolgozunk. Ennek a csapatlétnek az az egyik kihívása, hogy össze tudjuk egyeztetni az ötleteinket, mindig új ötleteket hozzunk, a kreativitást előtérbe helyezzük, illetve hogy valósuljanak meg a képzések, amelyek lehetővé teszik a kollégáimnak, hogy mindebben a folyamatban fontos szerepet el tudják játszani. A Bródi Sándor könyvtár stábja, a munkatársaid nagyon sokukkal vagy szakmai kapcsolatomban, vagy tényleg magánemberként is ismerem. Én azt gondolom, hogy nektek legendásan, híresen nagyon jó csapatotok van. Igazgatóasszonyotok Tőzsér Istváni Andi, még ketten vagytok igazgatóhelyettesek, de bármelyik könyvtárossal beszélgetek, mindig segítőkészek, mosolyognak, kedvesek, mindenki ezerrel pörög, végzi a dolgát, de én azt látom, ami szerintem tényleg kulcsa vagy titka az egésznek, hogy a attól függetlenül, hogy mindenhol vannak kisebb-nagyobb problémák, vagy nem zökkenőmentes az élet, de hogy a harmónia megvan a csapatban. Én így látlak titeket. Igen, ezt nagyon jól látod. Hazugság lenne, hogyha az ember azt állítaná, hogy nincsenek problémák, hogy minden olyan rózsaszín a könyvtárban. Persze vannak problémák, vannak konfliktusok, de ahogy mondtam, hogyha tudunk észszerű párbeszédet folytatni egymással, ezek a konfliktusok feloldhatók. És a másik dolog pedig az, hogy mindig, amikor van egy közös cél, akkor össze tud zárni a csapat. Tehát akkor nem kérdés az, hogy segítek a másiknak, hogy esetleg éppen előző nap összeszólalkoztunk, vagy hasonló és azt gondolom, hogy ennek az van az alapjában, hogy mindenki szereti csinálni, amit csinál. Tehát, hogy ezt csak akkor lehet jól csinálni, hogyha szeretjük. Tehát szoktuk mondani, hogy a, a szakmánk a hopping, és hogy el tudjuk fogadni egymás ötleteit, sőt, azért tud olyan jó lenni a program kínálatunk is, mert nagyon sokak vagyunk, sokfélék vagyunk, és hogy mindenki, akit megszólítunk a könyvtárba a babáktól 99 vagy 109 éves korig mindegy, tudunk nekik kínálni programokat. És hogy felismerjük azt, hogy melyik kollégánknak milyen erősségei vannak. Tehát ez egy nagyon fontos, ez a minőség biztosítása könyvtárban, hogy fel kell azt ismerni, hogy kinek milyen képességei, milyen tehetsége van. És akkor van, aki éppen a hagyományos könyvtári munkában fogja megtalálni a helyét, és azt végzi fantasztikus jól. Van, aki éppen a programszervezésben, van, aki a gyerekekkel, van, aki a csecsemőkkel. Nemrégiben kaptam meg a, a Brodish Sándor könyvtár harmadjára a minősített könyvtári címet, úgyhogy hogy ilyet még Magyarországi könyvtár nem kapott, tehát én azt gondolom, és most ezt elmondtam, kirázott a hideg. Tehát, hogy elképesztő tényleg az, hogy az, aki jár Egerben a könyvtárban, nem csak azért, hogy kikölcsönözzön egy könyvet, hanem hogy a programjaitokra, és tényleg ez itt a lényeg, hogy amikor még én a 90-es években jártam, vagy te, amikor főiskolás voltál, 80-as, 90-es években jártunk könyvtárba, bizony az volt, hogy kihúztuk a szekrényt, a katalógusból kikerestük az adott irodalmat, a szakdolgozatunkat még ugye úgy raktuk össze, mert ahol volt még internet sehol, de akkoriban én nem emlékszem, hogy nagyon lett volna bármi is azon kívül, hogy bemegyek, kölcsönzök, vagy az olvasóterembe leülök és elolvasom, és gyakorlatilag, hogy hát most arányosítani kellene, szinte fele-fele az, hogy kölcsönözhetek és programokon vehetek részt a könyvtárban. Tehát, hogy azért elképesztően sokat fejlődött, és valóban közösségi téré vált az intézmény. Így van ez, hogy igen, minősített könyvtár lettünk, én már harmadik alkalommal, ezt most ugye, hogy harmadik alkalom, ezt most először kaptuk meg az országban. Nagyon sok minősített könyvtárral van kapcsolatunk, akik sokszor a mi példánkat is szem előtt tartották, és megkaptuk a könyvtári minőségi díjat is, amely ugye még ennél is egy magasabb fokozat. Igen, ebben is az az összeszokottság kapott hangsúlyt, és az a minőségi munka, amelyet a könyvtárban napról napra végzünk. És bizony, ezt sokszor nem olyan könnyű megtenni, hiszen mindenki mögött ott van a család, de ha a család egy ilyen biztos háttért ad, akkor természetesen a munka is jobban megy. A másik dolog, amit említettél, hogy igen, nagyon megváltozott a könyvtár világa, ehhez viszont kellettek azok az új eszközök, tehát az internet betörése a könyvtárba. Én meg Emlékszem 2001-ben, amikor oda kerültem, a mostani szakirodalmi teremben volt egy számítógép, egyetlen egy gépen volt internet, és ezt csak tájékoztatásra használhattuk, és szinte verekedtünk érte, hogy ki kerüljön oda a géphez. És akkor utána elindult ez a hatalmas fejlődés, hogy 2002-ben már a Széchenyi tervel ugye jöttek a számítógépek, amikor már olvasói számítógépek kerültek a könyvtárik terekbe. Itt jön be az, hogy rögtön megragadtuk a lehetőséget, hogy 2002 óta tartjuk azokat az internetes tanfolyamokat. Először ugye az asztali számítógép használatát tanítottuk, utána bejött a laptop használat, bejött most már a mobilok használatát, meg a különböző tabletek és egyéb használatát. És most már nem az eszköz használaton, hanem az információszerzés tanításán van a hangsúly. Természetesen az időseknek eszközhasználatot is kell tanítanunk, ez a mai napig így van, de ez is, hogy már 21-2 éve ezt tesszük, és van rá igen. És aztán így egyre szélesedett a paletta. Tulajdonképpen a 97-es könyvtári törvény tette nekünk lehetővé, hogy a könyvtár az stabil alapokat kapott, hogy kötelező most már az önkormányzati fenntartás. Abban van szó először a könyvtári programok szervezéséről, és 2005-től mindenütt kinyílt a világ ebbe az irányba, és ki merre tudott tovább lépni. Aztán jöttek a, az évtizednek a végén az Európai Uniós pályázatok, jó magam is volt egy uniós pályázat projektasszisztense, majd kettőnek a menedzser lettem. A csírák mindenütt megvannak, mert hogy a 80-as Években ugyanúgy, ha elolvassuk a könyvtáról szóló cikkeket, ott van a könyvtár szociális funkciója, ami a napjainkra kiteljesedett. Az a 18-tól 21-ig tartó EFOP pályázat, aminek a projektmenedzsere voltam, pont az volt az alapja, hogy a hátrányos helyzetűeket szólítottuk meg. És nagyon nagy kihívás volt, hogy aki igazából nem is szakember, de szakemberek segítségével meg tudta szólítani, és a mai napig ezek a csoportok járnak hozzánk a könyvtárba, és hogy ezek a pályázatok voltak ugyanaz, amelyek az iskolák felé kiterjesztett a lehetőséget, hiszen ott volt benne, hogy a könyvtároknak az oktatás segítő funkciója. És nincs nagyobb öröm annál, természetesen a szakmai díjakon túl, amikor az orvosoktól kapjuk ezeket, hogy ti vagytok a kultúra igazi központja a városban. Ezeket nagyon-nagyon jó hallani. És megélni, persze. Szóval, ahogy említetted, hogy ennek az EFOP-os pályázatnak hogy a részabot, hogy a hátrányos helyzetőket megszólítottátok, ők azóta is könyvtárba járók. Folyamatosan azt hallja az ember mindenhonnan, hogy most 2024-ben, de nyilván nem most indult ez a tendencia már évekkel ezelőtt, hogy a fiatalok már nem olvasnak annyit, mint amennyire mi a pöttyös könyveket, meg a csíkos könyveket, mert hogy nem volt más szórakozás, maximum a televízió. De hogy látod, hogy az olvasó közönségetek hová alakult? Igen, időről időre előkerül, hogy olvasunk, nem olvasunk, olvas -e még a fiatal talság, azt leszögezném, hogy, muszáj neki. Tehát, hogy legyen az egy információ, amit meg szeretne szerezni, legyen az egy könyv, legyen az egy történet, vagy legyen az egy szakdolgozat, ahhoz mindenképp kutakodnia kell valamilyen módon, addig, amíg a mesterséges intelligencia meg nem oldja helyette, addig mindenképpen kell. De hát ugye ahhoz, hogy ez létrejöjjön, ahhoz is kellett a tudás, meg az információszerzés. Én úgy gondolom, hogy amikor volt a 12-től 14-ig volt az első ilyen nagy támogpályázat, akkor ugye nagy szerencsénk volt abba, ahogy említettem is, hogy az iskolákat támogató pályázat volt ez, és meg tudtuk szólítani az iskolai csoportokat, és egy olyan kapcsolati tőkét alakítottunk ki az iskolákkal, amelynek a mai napig használt veszük. Ugyan változnak a pedagógusok, változnak a diákok, de most is azt mondom, hogy ebben az olvasási kérdésben elsősorban a szülőknek és a pedagógusoknak van nagy felelőssége. Tehát az a pedagógus, akit megszólítunk és kézen fogja a diákokat, az jönni fog. Az a család, amelyik imádja a gyerekkönyvtári programokat, és azt mondja, hogy én megyek a gyerekeimmel, és kézen fogja a gyerekeimet, azok elmennek, és szembesülnek, találkoznak a könyvekkel, és ugye ott játékos formában találkoznak a könyvekkel, mert közben kézműves foglalkozás is csatlakozhat hozzá, vagy éppen drámaórák, egyebek, akkor ő olvasóvá válhat az egyik a jó minta. A másik, hogy nálunk nagyon nehéz volt az, hogy bejött egy olyan, ami talán egyedülálló, vagy talán még egy olyan könyvtár van az országban, ahol teljesen külön van a gyerekrészlek, tehát sokkal könnyebb annak a könyvtárnak, ahol mondjuk szombaton elmegy a szülő kölcsönözni, és leadja a gyerekrészlekben a gyereket. Nekünk ugye teljesen más telephelyünk van a gyerekkönyvtárnak, viszont azt tapasztaltuk, hogy fantasztikus munkát végeznek, hiszen a mesefoglalkozásokról, a meseterápiáról a gyerekkönyvtárban szerintem már mindenki hallott, és hogy itt megszólítjuk. Nagyon sokan eljönnek a gyerekek, pedagógusok, iskolák, és utána, amikor felnő a gyerek, és 14 éves korában átkerül a központi könyvtárba, ott egy törés lesz, mert hogy egy idegen környezetbe kell átlépnie. 14-ben eljutottunk oda, hogy hát akkor alakítsunk egy tini részleget. Létrejött ez a tini részleg, ahol direkt nekik szóló olvasmányokat kínáltunk. Ugye itt volt az a visszaesés, ami a támogatás pályázatok után jött, mert ott voltak együttműködési megállapodások, tehát a pedagógusok is nagyon szívesen hozták ezekre a szervezett programokra a gyerekeket, és aztán egyre kitágult ez a dolog, aztán a virtuális teret is meghódítottuk, nem csak a falakon kívüli könyvtár, ugye pláza könyvtár, ott is vásárolgat a szülő, szembesül a könyvtárral egyre több a beiratkozó. Az is 2012 óta működik. 13, 14, 15, tehát a pandémiáig a strandkönyvtár is működött. 2009 óta ott a parkkönyvtár, tehát az érsekkertben találkoznak. És a fiatalokat érdekli, tehát hogy, hogy olvasnak. És ugyanakkor az időseknek meg ugye így szocializálódtak. Tehát nekik régen nem volt a tévé, volt az egyetlen lehetőség, meg a könyv, ami szórakozás biztosított legalábbis az ilyen velem egykorúak, vagy ezen 40 pluszos, 50 pluszos korosztály. És hogy egyre inkább azt vettük észre, hogy igen, megszólíthatók a fiatalok, csak éppen olyan programokat kell kínálni, és aztán vannak nagyon kreatív kolléganőim, akik kifejezetten a kötelező olvasmányokat emészhető formába, játékos formába, társas játék formába öntötték. Ugye most már tudjuk, hogy nem csak könyveket, hanem egyre inkább betör mindenhová a dolgok könyvtár. A társas játékot is lehet kölcsönézni, hát miért ne szólítsuk meg így a fiatalokat. Annyi minden szerettem volna még kérdezni, hiszen a két gyereken túl nem jutottunk el odáig, hogy neked unokáid is vannak, és bizony tudom, hogy nagyon sokat aktívan részt veszel benne, de sajnos a beszélgetés adás ideje lejárt. Én köszönöm, hogy itt voltál, és azt gondolom, hogy ennek a szak Márnak nagyon sok ilyen emberre lenne szüksége, mint te vagy, úgyhogy kell -e Csuha köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, Léz beátát hallották.